Terrorkészültségben Európa, húsvétra készülve katonák ezrei védik a nagyvárosokat, az elmúlt hetekben több támadást hiúsítottak meg. Tragikus buszbaleset Németországban, egy busz fának ütközött és az oldalára borult, öten meghaltak, magyar áldozatról nem tudni. Megszólalt Varga Judit, Hajdú Péternek vallott házasságáról, azt mondta volt, hogy Magyar Péter késsel járkált a lakásukban. És több mint 20 milliárd forintot költenek a magyarok sonkára húsvét előtt, ez családonként csaknem 2,5 kilónyi húst jelent. Ez a híradó este 7:30-tól az M1-en, Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! A húsvétra készülve több európai ország fokozza a terrorkészültséget. Ausztria, Olaszország és Franciaország már jelezte, a templomok, imahelyek, repülőterek és húsvéti fesztiválok környékén nagyobb lesz a rendőri jelenlét, és a speciális egységek is bevetésre készen állnak. Kiemelten ellenőrzik az internetes felületeket, és a titkos szolgálatok is a nap 24 órájában dolgoznak, hogy megakadályozzanak egy esetleges terrortámadást. A moszkvai merénylet után került nyilvánosságra, hogy az elmúlt hetekben több támadást is meghiúsítottak Európa szerte. Több mint 140 embert öltek meg az iszlám állam zsoldosai a múlt hétvégén Oroszországban. A kegyetlen terrortámadás több európai ország vezetőjének nyitotta fel a szemét azzal kapcsolatban, hogy a húsvét közelettével talán Európán belül sincs minden állampolgár biztonságban. Franciaország szinte azonnal lépett. Vasárnap este összeült az Emmanuel Macron vezette biztonsági tanács. A francia kormány úgy döntött, hogy a moszkvai támadás miatt a terrorkészültség szintjét a maximálisra emeli. Most a terrorellenes egység fegyveres katonái járőröznek a legforgalmasabb helyeken. A lakó negyedek elé a műveleti egység 3000 katonáját telepítették, de még további 4000 katona vár készenlétben, akiket ha kell, azonnal mozgósítanak. Erről már a francia miniszterelnök számolt be. Gabriel Attal továbbá azt is közölte, hogy az iszlám állam megfenyegette Franciaországot is. Az iszlám állam azon ág, amely magára vállalta a moszkvai támadást, az elmúlt hónapokban már megkísérelte megtámadni Franciaországot, valamint más európai országokat. Mondta a francia miniszterelnök, emlékeztetve rá, hogy hivatala korábban arról adott tájékoztatást, hogy a közelmúltban több európai országban hiúsítottak meg merényleteket, amelyek mögött a dzsihadista szervezet állt. A Nemzetbiztonsági Tanács összehívása mellett döntött az olasz belügyminiszter is. Az ülés után közölték, fokozzák a rendőrségi jelenlétet. Matteo Piantedosi, olasz belügyminiszter azt mondta, több ezer helyszínt helyeznek védelem alá. Figyelmet fordítottunk a húsvéti ünnepek közelettére, tehát azokra a helyekre, ahol az emberek nagy része az ünnepek előtt mozog, és ezért számos intézkedést hoztunk annak érdekében, hogy biztosítsuk ezeknek a helyeknek a védelmét olyan módon, amely jobban megfelel a polgárok elvárásainak, fogalmazott az olasz belügyminiszter. Az M1-nek nyilatkozó olaszok szerint bőven vannak a rendőri jelenlét növelésére. Nem érzem magam 100%-ban biztonságban. Firenzében élek, egy olyan városban, ami merénylet veszélyének van kitéve. Sajnos mára az a helyzet, hogy vagy bezárkózunk otthonainkba, vagy mindannyian ki vagyunk téve a mindennapos félelemnek, mondta ez a lány. Ausztriában is számolnak a terror veszéllyel. Az állami rendőrfőkapitány jelezte, a húsvéti ünnepekre, továbbá a zsidó húsvét idejére is fokozzák a terrorellenes intézkedéseket. Egyenruhás és civil ruhás járőrözés mellett vészhelyzet esetén a speciális egységek is készen állnak a bevetésre, amivel a helyiek egyetértenek. Igen, tulajdonképpen örülök neki, hogy a rendőrség jelen van, mondta ez a nő. Helyesnek tartom ezt, mert nagyon sok ember van ilyenkor az utcákon, mondta egy másik. Gerhard Karner, osztrák belügyminiszter jelezte, a Hamas október 7-i támadása után magasra emelték a fenyegetettségi szintet Ausztriában, ami azóta is érvényben van. Hozzátette, bár jelenleg nincs konkrét fenyegetés, ennek ellenére a rendfenntartó erők fokozott jelenléttel őrzik azokat a tereket, ahol ünnepségek vagy rendezvények lesznek. Van egy nem látható része is ilyenkor a biztonsági szint megemelésének. Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az M1-en hangsúlyozta, a rendőrökön és a katonákon kívül a titkos szolgálatok is a nap 24 órájában dolgoznak. Nem beszélünk róla, és itt szemérmesek vagyunk, hogy úgy mondjam, hogy a kereszténységnek a támadásáról is szó van a radikális iszlámnak az akcióit illetően, hiszen itt papokat, templomokat is ér viszonylag rendszeresen támadások. Tehát ebből a szempontból a húsvét, hogy úgy mondjam, az pedig maga az ünnep jelentése okán is mindig egy kiemelt veszélyzónát jelent.
A szakértő szerint nehéz helyzetben vannak a nyugat-európai országok. A 2015-ös migrációs válság kezdete óta ugyanis rengeteg bevándorló érkezett a befogadó országokba. Problémát jelentenek a második, illetve harmadik generációs migrációs hátterű fiatalok is. Közülük is sokan fordulnak a radikális iszlám felé. Párizsba kapcsolunk tudósítónkhoz, Vence Katalinhoz. Szervusz Katalin, Franciaországban milyen típusú támadástól tartanak? Szervusz, jó estét kívánok! A moszkvai merényletet nagyon sokan hasonlították itt a 2015. november 13-i párizsi merénylet sorozathoz, amelyben majdnem ugyanannyian haltak meg, mint Moszkvában, akkor 130 áldozat volt. Mindezek ellenére most a szakértőktől azt halljuk, hogy nem egy ilyen nagyszabású terrortámadástól kell tartani, amelyet egy kommandó hajthatna végre, hanem látszólag magányos farkasok, valójában azonban nagyon sokformájú, sokfajta lehet ez a terrortámadás. Háromfajta profilt rajzolnak fel a szakértők. Az egyik olyan fiatalok potenciálisan támadhatnak, akik 2019-ig nem tudtak eljutni Szíriába vagy Irakba, részt akartak venni a dzsihadista harcokban, és a frusztrációkat, az erőszak hajlamukat próbálják majd kiélni, így nagyon könnyen interneten, akárhogy beszervezhetők. A másik olyan fiatalok, akik részt vettek valamilyen módon terrortámadásban, kötődnek terrortámadásokhoz, és ezért elítélték őket. 390 ilyen elítélt van Franciaországban, évente 80-an szabadulnak. Őket általában megfigyelés alatt tartják, de már láttunk olyan támadást itt Párizsban, amelyet egy olyan ember követett el, akit megfigyeltek korábbi terrorista kapcsolatai miatt. A harmadik pedig azok, akik úgynevezett alvó sejtek, nagyon gyakran menekült családokként érkeztek, orosz ajkú, volt szovjet tagköztársaságból és Közép-Ázsiából, ahol még vannak élő sejtjei az iszlám államnak, onnan próbálják őket esetleg mozgósítani. Az elmúlt hónapok, az elmúlt évek terrortámadásai, késes támadásait általában ilyen Csecsenföldről, Ingusföldről származó orosz ajkú fiatalok hajtották végre. Minden esetre a helyszíneket, a nagyobb helyszíneket azt mondják a hatóságok, hogy biztosítani tudják, de például a párizsi olimpiától, amely jövő nyáron lesz, Párizsban mindenhol, számos helyszínen nagyon sokszor halljuk, hogy ott nagyon tartanak attól, hogy bárki akcióba léphet. Minden esetre a megnyitó eseményre most már tudjuk, hogy felére csökkentették a nézők számát, 600 ezer helyett 325 ezer nézőt fognak majd csak odaengedni, 45 ezer csendőr, katona és magáncégek biztonsági emberei fognak rájuk ügyelni. Ezt halljuk folyamatosan, hogy erre készülnek jelenleg a francia hatóságok. Az elmúlt években te is említetted, hogy több tucatnyi terrortámadás történt ugye Franciaországban. A mostani helyzetre hogyan reagálnak a franciák, te mit tapasztalsz? 2015 óta több mint 250-en haltak meg Franciaországban terrortámadásokban, és 74 merényletet hiúsítottak meg a hatóságok 2017 óta, amióta Emmanuel Macron az államfő, azóta 45 terrortámadást sikerült meghiúsítani. Ebben az évben már kettőt, egy 22 éves fiatalembert vettek őrizetbe januárban, aki zsidó közösségek ellen, illetve homoszexuálisok által látogatott klubok ellen tervezett merényletet, márciusban egy 62 éves dzsihadistát, aki viszont katolikus vallási helyeket tűzött ki célul. A franciák megtanultak együtt élni a biztonsági intézkedésekkel, tudják, hogy értük vannak az intézkedések, várakoznak, hogyha nagyobb közösségeket fogadó helyekre kell bejutni, rendszeresek az ellenőrzések, egyébként van, hogy felemelik a terrorkészültséget, aztán csökkentik. Azt lehet megfigyelni, hogy megértőek ezzel szemben, és folytatják az életüket, a teraszok gyakran tele vannak, amint egy kicsit jobb fordul az idő. Most elsősorban az iskolák, amelyek célpontba kerültek, az elmúlt héten 150 középiskola kapott merényletfenyegetést. Ezek elsősorban kibertámadások, de a kibertámadásokban bombariadókat, bombafenyegetéseket, lefejezős videókat kapnak. Ezekben a pillanatokban fogadja a miniszterelnök az egyik gimnáziumnak az igazgatóját, aki lemondott azért, mert olyan nyomás alatt van, azért, hogyha megpróbálja betartani a különböző törvényeket, ami ugye tiltja Franciaországban a muzulmán, illetve
bármilyen vallási viseletet az iskolába, és ezért fenyegetéseket kap az iskola. Látható az, hogy a fiatalokat érinti a leginkább, akár a beszervezés a terrortámadásukba, akár célpontként ők jelenek meg a leginkább. Az minden esetre el kell mondani, hogy folyamatosan téma Franciaországban a tenor fenyegetettség és a biztonsági készültség. Bence Katalinnak Párizsból köszönjük szépen. 140-re emelkedett a Krasznogorszki terrortámadás halálos áldozatainak száma, miután szerdán egy újabb súlyos sérült vesztette életét a kórházban. A vérengzés sokkolta az orosz társadalmat, csak a halálbüntetést követelnek a merénylőkre. Közben Moszkva továbbra is azzal vádolja Kijevet és a nyugati országokat, hogy közük van az iszlamisták által elkövetett támadáshoz. A kutatási mentési műveletet befejeztük. Biztosak vagyunk abban, hogy a romok alatt már nincs több áldozat, jelentette a moszkvai régió kormányzójának a merénylet helyszínén dolgozó katasztrófavédelmi csapat vezetője kedd délután. A múlt pénteki terrortámadásban már legalább 140 ember vesztette életét, szerdán egy újabb súlyos sérült halt meg a kórházban. A Krasznogorszki rendezvényközpont épülete előtt gyűlnek a virágok, az emberek megrendülten emlékeznek, sokan még nem tudták feldolgozni a sokkot. Ez egy borzalmas tragédia, és én remélem, hogy a képviselők meghozzák a helyes döntést. Úgy tudom, sokan aláírásgyűjtést terveznek azért, hogy ne hagyják életben ezeket a gazembereket, mondta könnyeivel küszködve egy moszkvai férfi. Oroszországban még nem törölték el a halálbüntetést, de évtizedek óta moratórium tiltja a kivégzéseket. A Kreml hétfőn közölte, hogy nincs napirenden a tilalom feloldása, amit a pénteki merénylet után már néhány alsóházi képviselő is szorgalmazott. Az orosz hatóságok rövid idő alatt elfogták a 4 feltételezett elkövetőt, valamint 4 másik bűnpártolással gyanúsított férfit. Közülük 7 Tadzsikisztánban születtek, egyikük pedig Kirgizisztánból származik. A kirgiz külügyminisztérium szerdán figyelmeztette az ország állampolgárait, hogy csak akkor utazzanak Oroszországba, ha feltétlenül szükséges. Hasonló felhívást tettek közzé az üzbegisztáni hatóságok is. A moszkvai belügyminisztérium adatai szerint több millió üzbék, tadzsik és kirgiz bevándorló dolgozik Oroszországban, főként az építőiparban és a szolgáltató ágazatokban. Sajtóinformációk szerint azonban a merénylet óta országszerte számos atrocitás éri a muszlim többségű közép-ázsiai államokból származó vendégmunkásokat. Azt már az orosz hatóságok is megerősítették, hogy a támadást a magát iszlám államnak nevező terrorszervezet egyik csoportja követte el, ám továbbra is azzal vádolják Kijevet, hogy köze van a merénylethez. Moszkva szerint erre utal az is, hogy a menekülő terroristákat az ukrán határtól alig 100 kilométerre egy erdős területen fogták el. Az elméletet némiképp árnyalja a fehér orosz államfő keddi bejelentése, mely szerint a merénylők eredetileg Belarusia felé indultak. A határőrség és a hadsereg egységeit a támadás után készenlétbe helyeztük. Látták, hogy semmiképp nem tudnak bejutni fehér Oroszországba, ezért visszafordultak és az orosz-ukrán határ felé mentek, közölte Alekszandr Lukasenka. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat igazgatója kedden már nem csak Kijevet, hanem a nyugati országokat is megvádolta azzal, hogy közük lehet a terrortámadáshoz. Úgy véljük, hogy ezt a támadást iszlamista radikálisok készítették elő, és a nyugati titkos szolgálatok elősegítették. Az ukrán szakszolgálatok pedig közvetlenül részt vettek benne, állította Alekszandr Bortnyikov. Kijev ezt többször is határozottan elutasította. David Cameron brit külügyminiszter pedig teljes képtelenségnek nevezte az állítást. 12-en a földközi tengerbe fulladtak a gázai övezetben, amikor bementek a vízbe a légiúton érkező segélyszállítmányokért. Rengeteg csomag a tengerbe zuhant, és olyanok is utánuk rohantak, akik nem tudnak úszni. Korábban többen akkor haltak meg, amikor a repülőgépekből kidobott segély rájuk zuhant. Segélyszervezetek szerint nem hatékony a légisegélyezés Gázában, ezért Izraelnek engedélyeznie kellene, hogy több kamion jusson be az övezetbe. Emberek rohannak a lassan leereszkedő fekete ejtőernyők felé, a Gáza északi részén fekvő Beit Lahia tengerpartján. Minden perc számít, így vannak, akik szekérrel rohannak oda, ahová segélyek érkeznek. Kedden rengeteg csomag, egyelőre nem tudni miért, a tengerbe zuhant. A gázaiak egy pillanatig sem haboztak, megindultak a segélyek után. 300 métert vagy még többet kellett a tengerben úsznom, mire elkaptam egy csomagot, mondja egy férfi.
Voltak, akik úgy indultak neki a földközi tengernek, hogy nem tudtak úszni. 12-en megfulladtak, miközben a segélyeket próbálták elérni. Korábban többen azért haltak meg, mert rájuk zuhant egy ilyen rakomány. A legnagyobb tévedés így szélbe juttatni a segélyeket. Sokkal jobb lenne, ha teherautókkal hoznák, vagy olyan nagy és biztonságos helyen dobnák le, ahol a rendőrség ellenőrizhetné a szétosztást, nyilatkozta egy másik gázai. Légi úton sokkal kevesebb segély juttatható el egy-egy területre, de a szigorú izraeli blokád miatt csak korlátozott számban léphetnek be Gáza területére a segélyszállító teherautók. Februárban napi 100, márciusban pedig már volt olyan nap, amikor 200 megpakolt kamion léphetett be Gáza területére. Ugyanakkor a gázai fegyveres konfliktus októberi kitörése előtt naponta legkevesebb 500 kamion érkezett az övezetbe. Így néz ki most, amikor egy-egy rakomány megérkezik. A helyiek szinte megtámadják a teherautót, és egymást taposva próbálnak a szállítmányhoz jutni. A legtöbb teherautó szélvédője ezért fémhálóval és kerettel van megerősítve. Egy sofőr azt mondta, ez az életét menti meg. Lehetetlen eljuttatni a segélyeket az elosztó helyekre. Megtámadják a sofőrt, vagy elállják a kamion útját. Mindent elvisznek egy pillanat alatt, mondta. Az utakról még azt is összeszedik, ami a kiszakadt zsákokból kifolyik. A segélyszervezetek szerint nem érkezik annyi szállítmány Gázába, amely enyhíteni tudná az éhínség közeli állapotot. Életbevágóan fontos lenne, hogy nagy mennyiségben érkezzen segély a térségbe. Ezért Izraelnek több határátkelőt is meg kellene nyitnia, és korlátozás nélkül beengednie a segélyeket, fogalmazott az ENSZ főtitkár. Közben egyre bizonytalanabb a kimenetele a közvetítők segítségével elindult katari béketárgyalásoknak Izrael és a Hamász között. Izrael elutasította a terrorszervezet követelését, hogy az elrabolt túszokért cserébe az izraeli hadsereg vonuljon ki Gázából, az övezet déli részére telepítettek térhessenek vissza Gáza északi részére, illetve Izrael nagyszámú bebörtönzött palesztint engedjen szabadon. Az izraeli miniszterelnöki hivatal bejelentette, a tárgyalások zsákutcába jutottak, mert elfogadhatatlanok a Hamász követelései. Mint fogalmaztak, továbbra is mindent elkövetnek az összes túsz kiszabadításáért, a Hamász megsemmisítéséért, valamint azért, hogy Gáza többé ne jelentsen fenyegetést Izrael biztonságára. Európa biztonsága Afrika stabilitásával kezdődik, ezért nagy szükség van Kenya támogatására. Erről Szijjártó Péter beszélt Nairobiban. A külügyminiszter azt mondta, tettekkel is segítik az afrikai országot, ezért 6 milliárd forint értékű hitelmegállapodást írtak alá arról, hogy magyar cégek mezőgazdasági fejlesztésekben vesznek részt a régióban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a terrorizmus a migráció egyik fő kiváltóka is, ezért Magyarország nagyra becsüli Kenya szerepét a terror elleni küzdelemben és a menekültek ellátásában. Ami az európai perspektívát illeti, minél sikeresebb Kenya a terrorizmus elleni harcban és a menekültek ellátásában, annál nagyobb a biztonság Európában, hiszen Európa biztonsága Afrika stabilitásával kezdődik, ezért óriási szükségünk van azokra az országokra, akik az afrikai kontinens stabilitását növelni tudják. Két további magyar egyetem csatlakozik az Education Hungary irodához Kenyában, ezt is Nairobiban jelentette be Szijjártó Péter. A külügyminiszter azt mondta, a 2021-ben nyílt oktatási központ egy ablakos szolgáltatást biztosít azoknak a diákoknak, akik Magyarországon kívánnak tanulni. A miniszter hozzátette, a Miskolci és a Soproni Egyetemen nehézipari, illetve erdészeti tanulmányokat lehet folytatni. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy jelenleg 200 kenyai diáknak biztosítanak ösztöndíjat magyar egyetemekre, de ha marad a jelentős túljelentkezés, megfontolják, hogy 500-ra bővítsék a létszámot. A magyar felsőoktatás versenyképes tudást, versenyképes oktatást biztosít afrikai diákok számára, akik aztán országukba visszatérve hozzájárulhatnak a gazdaság és országuk fejlesztéséhez. Több millió forintnak megfelelő összeget fizetnek az unióba igyekvő bevándorlók az embercsempészeknek, erről beszéltek az M1 riporterének, a balkáni útvonalon érkező migránsok. Szakértők szerint a pénz a már Európában tartózkodó családtagoktól jön, akik akár többször is kénytelenek fizetni az útért. A csempészek ugyanis csak arra figyelnek, hogy minél több pénzt tudjanak elkérni az útrakelőktől.
Szabadon kibejárnak, még biciklit is kapnak a migránsok, hogy könnyebben mozoghassanak a szlovén fővárosban. Noha ételt és ruhát is biztosít számukra a Ljubljanai befogadóközpont, nem csak ide eljutni kerül nekik sokba, a várakozás sincs ingyen. Az M1 stábjának az egyik afrikai migráns azt mondta, telefonra és ételre is kell költenie pluszban. Úgy, hogy közben nem dolgozik, így azt nem tudni, miből. 10 euróba kerül minden hónapban, hogy tudjak telefonálni, de élelmiszerre is kell még legalább 100-150 eurót költenem. Két másik Szíriából érkezett migráns saját bevallása szerint átszámítva már legalább 8 millió forintot fizetett ki, hogy eljusson Szlovéniába. 9000 eurót fizettem eddig, a barátom pedig 12 ezret. Ennyibe került maga az út Szlovéniáig, több mint 6 hónap volt eljutni ide. Mondta egyikük, arról azonban ő sem beszélt, honnan volt erre pénzük. Munkát sokan azért sem tudnak vállalni, mert nemhogy a szlovén... Az angol nyelvet is alig beszélik. A Ljubljanai nem az egyetlen befogadó központ Szlovéniában. Miután rengetegen érkeznek az országba, a kormány nemrég úgy döntött, hogy két új menekült központot hoz létre Horvátországgal közös határán. Ez már Szerbia, ahol rendőrök járőröznek. Belgrád belvárosában folyamatosan figyelik, ha kell, igazoltatják a migránsokat. Itt jelenleg mintegy 1000 migráns vár arra, hogy az embercsempészek tovább vigyék őket. Ez azonban nagyon sokba kerül, vallotta be az M1 stábjának az egyik afgán migráns. Neki sincs útlevele, neki sem és nekem se. Egyikünknek sincsenek papírjai. 2000 euróba került, hogy eljussak Szerbiába, és még 3000-et kell fizetnem, hogy folytathassam az utam az Unióig, mondta ez az afgán migráns. Amíg várakoznak, addig is szükségük van szállásra, étkezésre, ruhára vagy például gyógyszerre. Gyakran ezt is az embercsempészek biztosítják nekik, természetesen plusz pénzért. Miután segítőik sokszor külföldön vannak, jelentős összegeket költenek telefonálásra is. Arról azonban ők sem beszélnek, hogy mindenre honnan van pénzük. Jellemzően családok teszik össze, ugyanakkor nem azok a családok, akik otthon Afganisztánban tartózkodnak, hanem akik már emigráltak külföldre. A pénzt általában külföldről kapják a migránsok, mutatott rá a Migráció Kutatóintézet elemzője. Gönczi Róbert ugyanakkor kiemelte, az embercsempész hálózatok legfőbb célja nem az, hogy biztonságosan eljuttassák a bevándorlókat az Európai Unióba, hanem hogy minél több pénzt keressenek. Az embercsempész hálózatoknak nem célja végső soron, hogy hatékonyan szállítsa át ezeket az embereket az Európai Unióba. Az embercsempész hálózatoknak az a célja, hogy kihasználja ezeket a migránsokat. Minél hosszabb vagy veszélyesebb az út, annál többet kérnek tőlük az embercsempészek. Arra azonban nincs garancia, hogy tervüket sikerül megvalósítani. Gönczi Róbert kiemelte, 2015 óta már 63 ezer migráns vesztette életét az embercsempészek által is használt veszélyes migrációs útvonalakon. A Biden kormányzat alatt romlott a migrációs helyzet, erről az amerikai Belbiztonsági és Bevándorlásügyi Központ nevű republikánus szervezet igazgatója beszélt Budapesten. Robert Ló az Alapjogokért Központ migrációs kihívásokról szóló rendezvényén elmondta, hogy míg a Trump adminisztráció alatt a legrosszabb hónapban is csak 120 ezeren lépték át illegálisan a határt, addig ez a szám a Biden kormány alatt a legalacsonyabbnak számít, az elmúlt 3 évben pedig több mint 11 millióan léptek be a déli határnál az Amerikai Egyesült Államokba. Hogyha valaki megjelenik a déli határnál, akkor majdnem biztos, hogy beengedik. Mi ennek az eredménye? Masszív profit kerül a kartelekhez, illetve az embercsempészekhez, emberkereskedőkhöz. És ez egy világos jel a többi migráns számára. Gyertek, ha szeretnétek, hiszen soha nem volt ennyire könnyű bejutni az országba. Ez a jelenség nem csak a mexikóiakra korlátozódik, vagy a közép-amerikai országokra, hanem egyéb országok szempontjából is nyitunk. 170 különféle nemzetből jönnek ide különféle emberek, nem tudjuk kontrollálni. Legalább 5-en meghaltak, 20-an pedig megsérültek egy németországi buszbalesetben. A Flixbusz Berlinből Zürichbe tartó járatán több mint 50-en utaztak, amikor a délelőtti órákban a jármű Lipcse közelében lehajtott az autópályáról és fának ütközött. Az előzetes információk szerint a balesetnek nincsenek magyar áldozatai. Mentők és tűzoltóautók sorakoztak egymás mellett szerda délelőtt a németországi A9-es autópálya Lipcse felé haladó szakaszánál. A hatóságokat egy súlyos buszbaleset miatt riasztották.
A Flixbusz járata Berlinből München felé haladt a két várost összekötő autópályán. A busz 170 kilométert tett meg is valamivel reggel 10 óra előtt ért Lipcse közelébe, ahol váratlanul lehajtott az úttestről és a fáknak csapódott. Miután a forgalmat az autópálya mindkét oldalán lezárták, a katasztrófa védelem elkezdte az oldalára borult busz átvizsgálását. Hamarosan a helikopterrel kiérkező mentők is csatlakoztak a munkához. A beszámolók szerint ugyanis a busz több mint 50 utasa közül többen meghaltak, 20-an pedig különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek. Az ütközésre röviddel a skajdicceri csomópont előtt került sor. A hasonló buszbalesetek mindig megrendítőek, hiszen sok embert érintenek. Tragikus, hogy több halálos áldozatot kell gyászolnunk. A sérülteket több közeli kórházba szállították, nyilatkozta a lipcsei rendőrség szóvivője. A busz végállomása a Berlintől 800 km autóútra fekvő svájci Zürich lett volna. A német Bild napilap értesülései szerint a buszon elsősorban olyan fiatalok utaztak, akik a húsvéti pihenésükre indultak. A magyar külügyminisztérium megkeresésére a német hatóságok közölték, hogy az előzetes információk szerint a balesetnek nem volt magyar áldozata. Azt egyelőre nem tudni, hogy a jármű miért tért le az útról, az azonban biztos, hogy a buszon két sofőr is volt, és egyikük sem sérült meg az ütközésben. Az autópálya ugyanezen szakaszán 2019 májusában már volt egy halálos buszbaleset. Vizsgálatot indít az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága a baloldal brüsszeli politikai manőverei miatt. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban lássuk, hogy mi lesz még a hírjadóban. Több mint 1000 település kap támogatást a Magyar Falu programban, a nyertesek listáját ma tették közzé. És megújul az M2 Petőfi TV vasárnaptól, új arculattal és új műsorokkal várják a nézőket, kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Megszólalt Varga Judit a Frisbee TV YouTube csatornáján. Hajdú Péternek a korábbi igazságügyi miniszter arról beszélt, volt férje Magyar Péter, folyamatosan sakkban tartotta, és 2021 tavaszán, amikor visszament hozzá, újraindult a terror. Ilyen állapotban éltem én, hogy állandóan attól kellett tartani, hogy Péternek milyen hangulata van. Mikor, de mitől félte, Judit? Hát attól, hogy... Bántani fog? Attól, hogy nem fogja abba hagyni ezt az abúzust, és a Péter kijött egyébként a szobából, oda ment a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett így járkálni egy késsel a kezében a házban. Varga Judit, exkluzív interjú. Én amikor visszamentem hozzá 21 májusában, és beindult újra a terror, akkor nem mondtam neki szinte két hetente, hogy Péter, nagyon kérlek, hogy változz meg, mert ha én egyszer levágnak a lelkemről, akkor én már soha többet nem akarok se téged, se magamat, se senkit nem akarok már megmenteni, én már csak élni akarok. Szabadon. És nem fog érdekelni, hogy mivel zsarolsz, mivel fenyegetsz, én szeretnék most már tényleg szabad ember lenni. A Varga Judittal készült teljes interjú este 8 órától látható majd a Frisbee TV YouTube csatornáján. Az Asszonyok a Nemzeti Egységért mozgalom felszólította Magyar Pétert, hogy utolsó közéleti cselekedeteként a nagy nyilvánosság előtt kérjen bocsánatot volt feleségétől és gyermekeitől, illetve a magyar asszonyoktól és családoktól. Azt írták, egy olyan családi dráma részleteit ismerhette meg a közvélemény, amely arra enged következtetni, hogy Magyar Péter több alkalommal verbálisan és fizikailag is bántalmazhatta volt feleségét, és a nyilvánosságra hozott beszélgetés is egy ilyen drámai szituáció eredményeként születhetett meg. Vizsgálatot indít az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága a dollár baloldal brüsszeli politikai manőverei miatt, ezt a Fidesz európai parlamenti képviselője jelentette be. Dacs Tamás úgy fogalmazott, itt az ideje körüljárni, hogy mivel tudtak eljutni oda, hogy önös politikai hatalmi érdekből megfogalmazott hazugságok végül Magyarországgal szembeni brüsszeli döntésekké váltak. A képviselő hangsúlyozta, a baloldal folyamatosan a hazája ellen áskálódik. Járjon már a végére ennek a gyalázatos, méltatlan, felháborító politikai cselszövésnek a Magyarországgyűlés illetékes bizottsága. A magyar dollár baloldal pártjai minden energiájukat arra összpontosították az elmúlt 5 évben, hogy ártsanak a hazájuknak és megakadályozzák, hogy Magyarország megkapja a törvényesen járó uniós forrásokat, fogalmazott Dajcs Tamás az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának szerdai ülésén. Donáton és Cseh Katalin egy csomó olyan dolgot csinált az elmúlt 5 évben az Európai Parlamentben. A Fidesz Európai Parlamenti Delegációjának vezetője név szerint Donáton
Horváth Anna és Cseh Katalin momentumos EP képviselőket nevezte meg, akiket álláspontja szerint pártársuk Hajnal Miklós nemrég egy interjúban leplezett le. A Momentum elnökségi tagja az ATV-ben ugyanis azzal büszkélkedett, két balliberális pártársának az érdeme, hogy a jogállamisági eljárásokon túl most már az uniós pénzeket is megvonják Magyarországtól. Azt gondolom, hogy nekik abban komoly szerepük volt, hogy ez így alakul. És azt is tudja, hogy most nagyon sokan azt mondják a nézőink közül, hogy ez hazárulás? Mert akkor ezek szerint a két EP képviselő miatt nem jutott hozzá Magyarország az Európai Uniós forrásokhoz? Biztos van, aki így gondolja. Nincsenek jogi kérdések, csupán jogi köntösbe öltöztetett politikai támadások vannak, és ezek anyagát a dollár baloldal képviselői szállították Brüsszel számára, amit korábban Gyurcsány Ferenc a DK elnöke is beismert, szögezte le Deutsch Tamás. A hazárulás erkölcsi és politikai kategóriáját 100%-osan kimerítő politikai magatartást még meg tudja fejelni. A kormánypárti politikus kitért arra is, hogy a balliberális pártok úgy akarnak közvetlen uniós forrásokhoz jutni, hogy közben Magyarország az 50 milliárd eurónyi támogatás 98%-át elveszítené. Képviselő úrnak és a cimboráinak közpénzelvonási tünetei vannak. Hajnal Miklós, Cseh Katalin és Donát Anna politikai munkásságát megkerülve, a Momentum korábbi bukott elnöke személyeskedő vitában kezdett beszélni a kegyelmi ügyről, majd a volt igazságügyminisztert Varga Juditot is támadta. Hajnal úr helye jött volna, tisztázhatta volna magát itt ezen a bizottságülésen. A jobbikos Balassa Péter miközben szóvá tette Hajnal Miklós távolmaradását a bizottsági üléstől, a politikusoktól a hitelességet és az alázatot kérte számon. Illés Boglárka alelnök pedig arról beszélt, az ellenzék pont azokat az embereket árulja el, akiket Balassa Péter és Fekete Győr András felemleget, áskálódnak az Európai Parlamentben a nekik jogosan járó források ügyében. A fideszes képviselő nem hagyta szó nélkül Fekete Győr garázda múltját sem. Ön beszél hibákról és hibákból levont következményekről és következtetésekről. Ön, akit jogerősen elítélt a magyar bíróság. Deutsch Tamás a hozzászólásokra válaszul közölte, az ülés megerősítette, helyes volt azzal a kezdeményezéssel élni, hogy nézzék meg, milyen módszerekkel, kik, milyen ártó szándékkal áskálódnak Magyarországgal szemben. Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága végül 5 igen szavazattal, 2 nem ellenében elfogadta, hogy vizsgálatot folytasson az ügyben. Karácsony Gergely káoszt teremtett a közlekedésben, erről Szent Király Alexandra beszélt a közösségi oldalán. A Fidesz főpolgármester jelöltje úgy fogalmazott, hogy az egész főváros olyan, mint egy nagy közös parkoló, miközben a főpolgármester azt hírezteli, hogy kevesebb a dugó, mint 4 éve. Szent Király Alexandra hangsúlyozta, naponta budapestiek 10 000-re rostokolnak az utakon egész nap, és közben Karácsony Gergely azt üzeni nekik, hogy menjenek gyalog. Persze az ember szívesen megy gyalog vagy éppen közösségi közlekedéssel, de egy főpolgármesternek nem az a dolga, hogy megmondja, hogy hogyan menjek, hanem hogy megoldja azt, hogy úgy menjek valahova, ahogy szeretnék. A buszsából ő kényelmesen megmondja, hogy mivel közlekedjen, miközben ő a ciklus alatt egyetlen kilométer villamosint vagy metróvonalat nem adott át. Volt eset Óbuda becsületén, azt mondta az óbudai Fidelitas elnöke. Malinás Sándor közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy továbbra sem tudni, hogy kik kötötték a fiktív szerződéseket a letartóztatásban lévő személyekkel, kik állították ki a teljesítési igazolásokat ellenvégzett munkákra, és kik intézték a kifizetéseket. Hangsúlyozta, itt az ideje, hogy a baloldalon is vállalják végre a felelősséget tetteikért. Úgy döntöttünk, hogy elhozzuk az ügyet ide a főváros vezetése elé, annak reményében, hogy ez segít helyreállítani Óbuda becsületét. Éppen itt az ideje, hogy a baloldalon is vállalják végre a felelősséget tetteikért. Óbuda DK-s polgármestere Kis László is vállalja a felelősséget tetteiért, és mondjon le polgármesteri tisztségéről. A Jobbik azt javasolja, hogy a 24 órás autópályamatrica 1000 forintba kerüljön. Zékárpád Dániel azzal érvelt, hogy a napi pályamatrica jelenlegi ára alig alacsonyabb a 10 naposénál. Bőven beleférne, hogy maximum 1000 forintba kerüljön a 24 órás pályamatrica. Ezzel tudnánk segíteni az érintett családosoknak, tudnánk segíteni az autósoknak. A Mi Hazánk mozgalom szerint nem lehet a piacra bízni az albérlet árak alakulását. Lantos János azt mondta, hogy Budapesten egy átlagkeresetből már csak nem luxusnak számít egy 2-3 szobás lakás bérlése.
Itt igenis az államnak, az önkormányzatnak közbe kell avatkoznia, mert azt nem nézhetjük tovább tétlenül, hogy magyar emberek ezrei, tízezrei, százezrei küszködjenek a lakhatási válság közepette. Az LMP szerint az igazságos zöld átálláshoz szükség van a kelet-közép-európai régió zöld képviselőire az Európai Parlamentben. Tetlák Örs azt mondta, alapvető különbségek vannak a tőkéről, az autóiparról és az akkumulátorgyártásról való gondolkodásban. Meg szeretnénk védeni a termőföldjeinket, a vízkincsünket, az otthonainkat és családjaink jövőjét, ebben pedig semmiféle kompromisszumra nem vagyunk hajlandóak, és semmiféle befolyásolást nem vagyunk hajlandóak elfogadni. Országszerte zajlik a KDNP faültetési akciója, amelynek célja a környezet megóvása. A kezdeményezéssel arra is felhívják a figyelmet, hogy fontos az őseinktől örökölt értékek megőrzése és továbbadása. Ma Tatán, 60-ban és Lentiben is fákat ültettek. Latorcai Csaba úgy fogalmazott, a természet és a környezet védelme tekintetében a kormány nem ismer kompromisszumot. Ez a világ nem a mi sajátunk. Ezt a világot szokták mondani, kölcsön kaptuk gyermekeinktől, unokáinktól. Úgy kell óvnunk, védenünk, és úgy kell erre a csodálatos világra vigyáznunk, hogy nekik is legyen hol élni, nekik is legyen miből élni. Ez a Keresztény Demokrata Néppárt kezdeményezése. Ezért ültetünk, hogy mi is élhessünk, és gyermekeink, unokáink is élhessenek. Több mint 20 milliárd forintot költenek a magyarok sonkára a húsvéti ünnepek előtt. Ez összesen 7000 tonna, családonként pedig csaknem 2,5 kilónyi húst jelent. A másik sláger termék a tojás, amelynek most 60-70 forint között mozog darabja. Legalább 70 féle tojásból lehet egyébként válogatni. A kereskedők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes időben bevásárolni. Az ünnepek idején 3 napig pénteken, vasárnap, valamint hétfőn is zárva lesznek a boltok. Nagyon fel kell melegíteni mindig a viaszt. Írókával mintázza klasszikus húsvéti tojásait Antal Margit. Az Apátfalván élő tojásfestő több mint 500 hímes tojással készül a húsvétra. Az ismerőseimnek ezekkel a tojásokkal készülök, és csak mindig írókás tojásokat küldök, vagy adok nekik, hogyha locsoláskor van szó, mert tulajdonképpen ezek az igaziak. Tíz tojást kérek szépen. A díszes hímes tojások mellett az étkezési tojás is kelendő a húsvét előtti napokban. Mi mindenféle formájában mindig fogyasztjuk, természetesen húsvétkor még többet. Kislányommal most már festjük, úgyhogy készítünk különböző ajándékokat. A tojásos stannál a legkisebb SS tojástól az XL-esig minden méret kapható, sőt van szabadtartású háztáji is. 3-4-szeresre mennyiségűt vásárolnak most ilyenkor a vásárlók, ugye főznek a főzéshez, a festéshez, a sonka mellé, és az triplájára növekszik ilyenkor a fogyasztás. Átlagosan 20%-kal kerül kevesebben most a tojás idő. Bőséges a kínálat, és van elegendő mennyiség tojásból a boltokban a Tojásszövetség szerint. Ráadásul a takarmány és energiaárak mérséklődése miatt idén jóval olcsóbb is. Átlagosan 60-70 forint között mozog darabja a piacokon. Az a kormányzati intézkedés, amely a nagyáruházok számára kötelezővé tette a beszerzési áron történő értékesítést. Tehát egyszerűen mondva, annyiért kell adják, amennyiért kapják. És akkor még ebből kell levonnunk az akciózás, illetve a saját, az áruházláncok saját árpolitikájából származó mondjuk árcsökkentéseket. A második tényező az a termelési költségeknek a jelentős változása, csökkenése. Van, aki az egybe, és olyan parasonkát szereti. A tojás mellett a sonka az ünnep másik sláger terméke. Ebben a debreceni húsüzemben januártól készülnek a húsvétra. Mára már a sonkákból az utolsó adag is a raktárba került a füstölőből. Az ünnepekre mintegy 25 tonna füstölt terméket készítettek. Többfélét, hogy mindenki találjon az ízlésének megfelelőt. A felmérések szerint egy átlagos háztartás több mint 2 kilónyi sonkát vásárol ebben az időszakban. Mivel szezonális termékről beszélünk, a húsvéti sonka kötözött sonkáról, akkor a parasonka, a szívsonkákról, darabolcombok, ezek ilyenkor több tízszeresét készítjük el. A boltok is felkészültek az utolsó nagy húsvéti rohamra országszerte. Roskadoznak a polcok, a tojások, a sonkák és a csokoládé figurák alatt. Sok a tudatos vásárló, van, aki a húsvéti menüt is már előre megtervezte. Kalács mindenféleképpen, amit, de azt viszont én csinálom.
aztán hát a sonka, a friss tojás, torma, cékla. Folyamatosan töltik fel a polcokat ebben a budapesti szupermarketben is. Szükség is van rá, az ünnepek előtti napokban csak tojásból 2-3 ezer darab fogy naponta. De a füstöltáru éves értékesítési mennyiségének 60-70%-át is ilyenkor bonyolítják le. Az akciós termékek rendkívüli módon fogynak, tehát azok, akik minél szélesebb termékkörből szeretnének választani, azoknak mindenképpen javasolt az, hogy holnap tegyék meg a szükséges áruk beszerzését. A legtöbb üzlet 3 napig zárva lesz az ünnepek alatt. A kereskedők arra hívják fel a figyelmet, hogy aki teheti, ne hagyja utolsó pillanatra a vásárlást. A Gyurcsány korszakhoz képest 1 millióval dolgoznak többen, átlagosan már több mint 3-szor magasabb fizetésért, így reagálta a friss foglalkoztatási számokra Comba Sándor. A KSH adatai szerint februárban 32 ezerrel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban, összesen 4.723.000 embernek volt munkája. A foglalkoztatási államtitkár úgy fogalmazott, a munkaalapú társadalom megszilárdult, a nemzeti kormány sikerrel védte meg a magyar munkahelyeket és a családokat. Több mint 1000 település nyert támogatást a Magyar Falu Program legutóbbi pályázatán, így összesen 10 milliárd forintot fordíthatnak újabb fejlesztésekre a kis települések. Oktatási intézmények, faluházak, kisboltok és játszóterek újulhatnak meg. A Magyar Falu Programért is felelős kormánybiztos bejelentette, még ebben az évben újabb pályázati kiírások jelennek meg. Kicserélték a nyilászárókat, szigetelték és kifestették az épületet, valamint a fűtést is korszerűsítették. Még a tavaszi szünet előtt teljesen megújult a Dusnokfalszi általános iskola, 170 diák tanul itt. Az átadón a gyerekek Dusnoki népviseletben adták elő ünnepi műsorukat. Itt fontosnak tartják a hagyományok ápolását is. Pedagógusaink magas színvonalú munkája, tanulóink szorgalma tölti meg igazi tartalommal megújult iskolánkat. Mi olyan közösség vagyunk, ahol diákok, tanárok, szülők és mindenki más együtt dolgozik azért, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahol a tudás és az értékteremtés fejlődhet. Több mint 1000 köznevelési intézmény újulhatott meg a Magyar Falu programban. Ezek a beruházások pedig hozzájárulnak az oktatás eredményességéhez is. Erről már a köznevelési államtitkár beszélt. Ebből 974 az, ami lezárult, és jelenleg is még 67 ilyen beruházás van folyamatban. Ez mind azt a célt szolgálja, hogy azokon a településeken, kisebb településeken, falvakban, nagyközségekben, ahol egyébként a kellő számú tanuló megvan, ahol az oktatás most is eredményesen folyik, itt tovább tudjuk javítani az oktatás feltételeinek a meglétét. Újabb települések kapnak támogatást a Magyar Falu programban. A nyertesek listáját ma tették közzé. Összesen 10 milliárd forintból fejleszthetnek a kis települések. Ma már évek óta trendszerűen emelkedően a falvakban élnek arányaiban a legtöbben a gyermekek, illetve a gyermeket nevelő családok. Ez azt jelenti, és azt üzeni számunkra, hogy van értelme a falvak fejlesztésének, a falvak támogatásának. Éppen ezért bizton állítható, hogy a Magyar Falu program keretében ezt a munkát folytatni fogjuk, és ennek lesz köszönhető az is, hogy reményeink szerint még az idei évben újabb pályázati felhívást is meg fogunk jelentetni. Az épületfelújítások iránt a legnagyobb az érdeklődés, így óvodák, iskolák, orvosi rendelők, faluházak újulnak meg 5,5 milliárd forintból, de kisboltokat és játszótereket is korszerűsítenek, valamint otthonteremtési támogatást is igényelhetnek a kisebb falvakban élők. Átadták a kerékpárosbarát település és kerékpárosbarát munkahelydíjakat. Nagy Bálint államtitkár azt mondta, 11 település és 10 vállalat veheti át az elismeréseket, amelyek megfelelő infrastruktúra kialakításával és szemléletformálással tették biztonságosá és vonzóvá a kerékpáros közlekedést. Az államtitkár hozzátette, a KRESZ átfogó megújításán dolgoznak, ugyanakkor hamarosan olyan javaslatot nyújtanak be, amely további védelmet adnak a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak. Abban mindannyian egyetértünk, hogy a közlekedési szabályozás alapja, hogy minden közlekedő számára biztonságos feltételeket teremtsünk. Ennek értelmében még a teljes KRESZ megújítása előtt a napokon belül egy olyan jogszabálymódosítást kezdeményezünk, amelynek egyik legfontosabb célja a közlekedés legvédtelenebb szereplőinek a védelme. Szeretnénk fokozni a gyalogosok és a kerékpárosok védelmét.
16. alkalommal indul újra a Nemzeti Tehetséggondozó Program hazánkban. A nemzetközi szinten is egyedülálló ösztöndíj célja a tehetséges gyerekek, fiatalok segítése és tehetségük fejlesztése. A kampány nagy követeihez idén a Bagosi Brothers Company, Illés Fanni paralimpikon úszó és Kistóth Ágnes asztrofizikus is csatlakozott. Nemzeti tehetségprogrammal a világhír felé. Csak nem 20 000 valóra vált álom és 6 000 kitüntetett tehetséges magyar fiatal 15 év alatt. Idén ismét elindul a Nemzeti Tehetségprogram, hogy megalapozza a legígéretesebb magyar fiatalok jövőjét. Szeretném, hogy az eszközöm mindenhol elérhető legyen. András különleges gépezetéért kapott díjat, mellyel vakok fordíthatnak hagyományos könyveket braille írásra. Azt mondta, nem csak a tudása, de a világhoz való hozzáállása is megváltozott. Egy tényleg senkiből, aki még igazából az iskolába se tud rendesen teljesíteni, egy olyan emberré váltam a Nemzeti Tehetségprogram segítségével, aki képes mindenfélét létrehozni és másoknak segíteni. A program kampányát olyan elismert emberek támogatják, akik hisznek a tehetségek felkarolásában. Idén a Bagosi Brother Company, Illés Fanni paralimpikon úszó és Kistóth Ágnes asztrofizikus is csatlakozott. Lehet akár egy jó mentor, aki irányt tud mutatni, lehet pusztán csak annyi, hogy egy lehetőségnek a megmutatása, ami mondjuk azelőtt nem állt a fiatal előtt, és akár egy új világot nyithat meg. Tehát tényleg azt gondolom, nagyon sokszor nincs más dolgunk, mint ajtókat kinyitogatni a fiatalok előtt, hogy lássák, hogy merre tudnak menni. A magyarok egyik legfontosabb erőforrása a tehetség. Erről már a családokért felelős államtitkár beszélt. Hornung Ágnes kiemelte, a programmal a legmagasabb szintre emelhetik a teljesítményüket a fiatalok. Nagyon különleges volt az előző esztendő, hiszen a magyar tehetségek közül Karikó Katalin és Krausz Ferenc is Nobel-díjat vehetett át kimagasló munkásságáért. Világra szóló sikerük arra emlékeztet bennünket, hogy a tehetséggondozás az egyik legfontosabb nemzeti ügyünk. Hozzátette, a program állami költségvetésből és az adózók 1%-os felajánlásaiból támogatja a tehetségeket határon innen és túl is. Így idén összesen több mint 37 milliárd forint értékben támogatták a pályázatokat. Megújul az M2 Petőfi TV, a közmédia zenés ifjúsági csatornája új arculattal és műsorokkal sokszínű, a fiatalok mindennapjét érintő aktuális tartalmakkal jelentkezik vasárnaptól. A megújulás a Petőfi Rádiót is érinti. Sziasztok, ez a Mit kíván az M2 Petőfi TV vadonatúj zenés műsora. Április elején debütál a Mit kíván című műsor az M2 Petőfi TV-n. A közmédia zenés ifjúsági csatornáján új arcokkal és új arculattal is találkozhatnak a nézők. Megújulást a csatorna a szoros együttműködésben dolgozik a Petőfi Rádióval. A képernyőn így rádiós műsorvezetők is feltűnnek majd. Emellett élő műsor is várja a nézőket. A műsorvezetők között olyan ismert csatornaarcok szerepelnek, mint Csitári Gergely, Pató Márton, Csapó Dóra vagy Tótfalusi Fanni. Az Esti Kornia című műsorban a különböző zenei formációk aktualitásait mutatjuk majd be, de megjelenik majd a színpadon túli életük is, esetleg az, hogy milyen hobbiaik vannak, mit sportolnak, vagy milyen karitatív tevékenységeik vannak. A csatorna egyik célja, hogy ismét beillessze a múlt könnyű zenéit a mindennapokba. A nézők több évtizede készült, zenei ritkaságnak számító archív koncertfelvételeket, interjú részleteket is láthatnak. A csatorna egyik főszerkesztője azt mondta, a tehetséggondozás is egy fontos része lesz a megújult struktúrának. Köztelevízió dal című műsorában látjuk sokszor a dalban előkerülő újabb és újabb zenészeket, azért az ő utóéletüket gondozni és bemutatni őket, az egy külön feladat, és ilyen szempontból ez a Petőfi TV egyik fő profilja lesz, amellett, hogy nagyon sok zenei témával készülünk, és egyéb olyan popkulturális tartalomban, ami ma mindenképpen érdeklődésre méltó. Az M2 Petőfi TV többek között élő közvetítésekkel, fesztiválokkal, szórakoztató programok bemutatásával, filmes és a fiatalok mindennapjait érintő témákkal is várja a nézőket.
először láthatta a közönség a Jakucki állatkert jeges medve bocsait. A 3 hónapos kölykök szerdán léphettek először a külső kifutóba, ahol azonnal önfeletten játszani kezdtek a hóban. A mackók azonnal a látogató kedvenceivé váltak, sokan csak miattuk látogattak ki az állatkertbe. A hím és a nőstény bocsnak gondozóik még nem adtak nevet, a park vezetése most a közönségtől kér javaslatokat, hogy a két kölyök személyiségét tükröző nevet kaphasson. A híradót látták este 7:30-tól, további hírekért kattintsanak bátran a híradó.hu-ra. Pál előtt pedig azonnal jön a Nemzeti Sporthíradóval.